Köszöntöm nézőinket, a Sopron Televízió hétfői híradóját látják. Először nézzük fontosabb híreinket röviden. A gyermekek biztonságáért folyamatosan nyesik az óvodáknál, bölcsödéknél található fákat. Figyelmeztetés, szerdán két helyen is terelővadászatot tartanak a Soproni hegységben. És virtuális bál, az online térben rendezték meg a Lions Club Sopron jótékonysági eseményét. Folyamatosan nyesik az óvodáknál, bölcsödéknél található fákat, hogy a gyerekek biztonságos körülmények között élvezhessék majd a szabadtéri játékokat. A Soproni Önkormányzat megrendelésére zajlanak a munkák, melyet ilyenkor kell elvégezni, hiszen nyugalmi állapotban vannak a fák. A Sopron Holding az általa felmért óvodáknál végzi a szemrevételezést, de műszeres vizsgálat is szükséges lehet egy-egy ilyen folyamatnál. Főként azt figyelik, hogy korhat-e a fa törzse, van-e szükség sarjazásra, valamint a taplógomba és a száraz ágak is veszélyt jelenthetnek. Terelővadászatot tartanak a Soproni hegyvidék két területén is szerdán. A tanulmányi erdőgazdaság arra figyelmezteti az erdőlátogatókat, hogy január 27-én reggel 7 és délután 3 óra között a Mukk környékén és a Fehérútító térségében ne tartózkodjon senki az erdőben. Elővigyázatosságra inti a túrázókat a tanulmányi erdőgazdaság. Január 27-én szerdán terelővadászatot tartanak, ennek alkalmával a társaság mindent elkövet a biztonság érdekében. A vaddisznókra specializálódott vadászat összefüggésben van az afrikai sertéspest is terjedésével, amely a házi sertésállományt is veszélyezteti. Alapvetően az indokolja ezt a vadászatot, hogy a afrikai sertéspest is miatt a tavalyi vaddisznó elejtéseink számát az idei évben mintegy másfélszeresére megemelték, úgyhogy elsődlegesen ez a célunk, hogy ezt a megemelt darabszámot teljesíteni tudjuk. Alapvetően diagnosztikai céllal ejtsük el ezeket az állatokat, úgyhogy én bízom benne, hogy egy sikeres vadászaton leszünk túl a szerdai napon. A kirándulók szerdán is látogathatják a Soproni hegység túra útvonalait. A Károly magaslat és környéke, a Harkai rész és a Dudlesz erdő is nyitva lesz bárki számára. Két területen azonban lezárják a vadászattal érintett szakaszokra vezető főbb utakat. A Várhelyi bekötő út alatt lesz a Récényi út lezárva, illetve az Ultrai út pedig a Görbehalmi rész felől lesz lezárva. Mindenképpen azt jelenti ez, hogy ilyenkor útbiztosítók állnak a hajtás teljes ideje alatt, viszont nagyon sok olyan ösvénye ezett út vezet, tehát mindegyikét nem tudjuk lezárni, úgyhogy én kérném azt, hogy ezt a részt ne látogassák ezen a napon. A második hajtásunk pedig kint a Fehérútító fölött, a Tervút fölötti részen lesz, ott pedig gyakorlatilag a Tervút és a Hidegvízi út kereszteződésében zárjuk le az utat, valamint Hermes és Ágfalva felől is. Egyébként pedig hát a Szárhalmi és a Dudlesz erdő is ott van, mint kirándulási lehetőség, úgyhogy ott is egészen nyugodtan lehet erre a napra tervezni kirándulást. A tanulmányi erdőgazdaság a kirándulók megértését kéri, valamint azt, hogy a vadászat idején kerüljék az említett területeket. A terelővadászaton csak szakemberek, hivatásos vadászok vesznek részt. Szabad utat az ingázóknak címmel kétnyelvű magyar-német petíció indult az ingázók határátkelésének megkönnyítéséért. Az aláírásgyűjtés nem a beutazási korlátozások ellen lép fel, hanem a munkavállalók helyzetét akarja javítani, mivel január közepe óta csak előzetes online regisztráció után lehet belépni Ausztria területére. Az ingázók kivételt képeznek ugyan, a határátkelők előtt viszont egysorban araszolnak azokkal, akiknek papírjait tüzetesen megvizsgálják a hatóságok. A kezdeményezés a torlódást az ellenőrző személyzet megnövelésével, az ingázók számára külön sáv megnyitásával, illetve egy egységes, a hatóságok által elfogadott jelzés bevezetésével szeretné orvosolni. Célszerű már januárban kitölteni az adóelőleg nyilatkozatot, hogy a munkáltatók mielőbb figyelembe vegyék a munkavállalóknak járó kedvezményeket. Az adatlapok akár online is kitölthetők a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján. A leadott nyilatkozatban történt változás esetén új nyilatkozatot kell tenni, vagy a korábbit vissza kell vonni. Példa. Ezt az adókedvezményes nyilatkozatot tölti ki a munkavállaló, és adja át a munkáltatójának vagy kifizetőjének. A kitöltést online formában is meg lehet valósítani.
Az adóelőleg nyilatkozatokkal évközben érvényesített kedvezmények automatikusan bekerülnek a NAV által készített adóbevallási tervezetbe, mondta el Nagy Attila, a Győri Nemzeti Adó és Vámhivatal adóügyi referense. Ezek az adóelőleg nyilatkozatok évközben, amiket érvényesítenek, automatikusan be fognak kerülni a NAV által készített adóbevallási tervezetbe is. Többféleképpen tudják megtenni ezt a nyilatkozatot. Én mindenkinek azt javaslom, hogy vegye igénybe a NAV honlapján található online nyomtatvány kiköltő alkalmazást, hiszen ebben van egy olyan automatizmus, hogyha valaki ezt tölti ki, akkor automatikusan a NAV továbbítani fogja a munkáltatója felé, és akkor a kifizető le fogja tölteni a cégkapujáról, és tudni fogja, hogy akkor milyen kedvezményeket kell érvényesíteni a dolgozó fele. Ezt az online nyomtatványkitöltő alkalmazást azt tudja igénybe venni, aki ügyfélkapuval rendelkezik, telefonos azonosítással vagy e-személyigazolvánnyal rendelkezik. Ettől függetlenül a NAV honlapján találhatók még olyan nyilatkozatminták, amiket papír alapon tudnak a munkáltató felé továbbítani. A kedvezményekre jogosultak többek között a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák és az első házasok is, valamint továbbra is igényelhető a családi kedvezmény. A 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményénél, amit ugye az vehet igénybe, az az anya, aki vérszerinti vagy öreg befogadó szülőként az általa nevelt legalább 4 gyermek után családi pótlékra volt jogosult 12 éven keresztül, vagy jelenleg is családi pótlékra jogosult. Az első házasok kedvezményéről is lehet itt nyilatkozni, ami 5000 forintot jelent 24 hónapon keresztül a ifjú házasoknak. A családi kedvezmény összege nem változott, egy gyermek után 10.000 forint, 2 gyermeket nevelőknél gyermekenként 20.000 forint, míg 3 vagy több gyermeket nevelőknél gyermekenként 33.000 forint a kedvezmény. Valamint nyilatkozni lehet a személyi kedvezményről is, ami talán a köztudatban úgy ment át, hogy aki súlyos fogyatékossággal él, és ez a betegség törvényben nevesítve van, akkor ők vehetnek igénybe ilyen kedvezményt, illetve azok, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek. Hogyha évközben bekövetkezik egy olyan életszituáció, ami mondjuk ezeket a kedvezményeknek a mértékét befolyásolja, tehát itt gondolok arra, hogy mondjuk az egy gyerek érettségizett, vagy a házasságkötés 4 hónap, és mondjuk a kedvezményt befolyásolja, akkor ugye egy új nyilatkozatot lehet megtenni, vagy pedig a korábbit vissza kell vonni. Aki már a januári fizetésében érvényesíteni a kedvezményeket, annak az első bérszámfejtés előtt nyilatkoznia kell. A nyilatkozatokhoz kitöltési útmutató is található a NAV oldalán. Az ország nagy részét ismét beborította a hó. A Magyar Közút Nonprofit ZRT ezért tájékoztató videót készített, melyben a téli időszakban esedékes munkájukat mutatják be. A cég 94 mérnöksége 12 órás műszakokban 0-24 órás szolgálat mellett végzi a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az ország mintegy 32.000 kilométernyi közútján. Erre a feladatra mintegy 1000 járműből álló flotta áll rendelkezésre. A Magyar Közút arra kér minden közlekedőt, hogy még utazás előtt tájékozódjon az aktuális forgalmi helyzetről, út- és látási viszonyokról. Ezt megtehetik a cég Útinform szolgálatának diszpécsereinél, vagy a www.útinform.hu oldalon. Virtuális bált rendezett a Lions Club Sopron szombaton. A járványügyi korlátozások nem tették lehetővé a személyes találkozást, így több olyan program is elmaradt, melynek adományai segíthetnék a klub támogatottjait. Azonban így is volt például tombola sorsolás és látványos programok szórakoztatták azokat, akik megvásárolták a belépőjegyeket az online eseményre. A bál bevételét a Tómalom utcai fogyatékos gyermekek otthona részére ajánlotta fel a szervezet.
2020-ban ünnepelte megalakulásának 30. évfordulóját a Lions Club Sopron. A járványhelyzet miatt a hagyományos jótékonysági bált idén az online térben rendezték meg a szervezők. Budai József a klub elnöke elmondta, a virtuális esemény keretében a vállalkozások és magánszemélyek is számtalan felajánlást tettek. 2020-ban májusban lett volna klubunk 30. bálja, egyben megalakulásunk 30. évfordulója. A kialakult járványügyi helyzet miatt bálozni, ünnepelni nem tudtunk, de a munka nem állt meg. A korlátozott lehetőségekhez kellett igazítanunk az egymás közötti kommunikációt, klubüléseket, az eltelt 30 év alatt kialakított klubéletet. Mostanra elmondható, hogy ez sikerült. Ezért most kijelenthetem, hogy az idei évben is oda tudjuk adni adományainkat a Vakok és Gyengéllátók Soproni Egyesületének, a Tóth Antal Iskolának, a Csángóföldi Kóstelek Magyar Nyelviskolájának, és legfőképpen a Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthonának, hiszen ez a rendezvény most elsősorban értük van. A Lions Club már számtalanszor bizonyította, hogy a kedvezőtlen körülmények között is képes az összefogásra. A klub mindig is kiemelt figyelmet fordította a fogyatékkal élő gyermekek támogatására. Nagy öröm számomra, hogy láthatom, a járványügyi helyzet a soproniakat sem riasztott el a jótékonyságtól. Örülök, hogy a bál ebben a nem hagyományos formában is megrendezésre kerül. Meggyőződésem, hogy aki elég bátor követni a jó példát, az maga is jó példává válik mások számára. Jó látni, hogy ebben a nem mindennapi helyzetben is kreatívan tesznek a jó ügy érdekében. Egy érdekes tanulmány szerint a jótékonyság nem más, mint a lélek gyógyszere. Ugyanis a kutatások rámutatnak arra, hogy a jótékonyság oldja a stresszt, fejleszi az önbecsülést, és még az immunrendszerünket is erősíti. Ebben az a csodálatos, hogy miközben másokat támogatunk, még a saját egészségünkkel is jót teszünk. A jótékony akcióhoz Sopron polgármestere is csatlakozott. Dr. Farkas Ciprián elmondta, a soproni civil szervezetek az elmúlt időszakban is sok erőt és energiát fordítottak a társadalmi összefogásra. Ebben a környezetben a soproni civil szervezetek is szépen teszik a dolgukat, köztük önök is, a Lions Club. Én nagyon köszönöm a Lions minden tagjának, hogy ezekben a nehéz időkben, amikor az emberi közösségekben a felelősségvállalás úgy közösségi, mint egyéni szinten felerősödött, és az összefogás iránti vágy ilyen markánsan megjelent, akkor a Lions és más soproni civil szervezetek is erőt, energiát, kreativitást labba vetve és nem kímélve ellátják azt a feladatot, amelyet az zászlójukra tűztek. Nagy szükség van erre a munkára a jövőben is. Én Sopron város nevében szeretném megköszönni minden Lions Club tagnak a munkáját, az optimizmusát, a segítőkészségét, az emberségét. Jó egészséget kívánok 2021-re vonatkozóan, és bízzunk abba, hogy hamarosan újra együtt találkozhatunk. A köszöntőket követően gyermekek és felnőttek produkcióit tekinthették meg az érdeklődők. Az este főműsorszáma a tombola sorsolás volt, amelynek bevételét a Tómalom utcai Fogyatékos Gyermekek Otthona zöldség és gyümölcs ellátásának segítésére fordítják a szervezők. A héten változóan felhős, szeles csapadékos időre van kilátás, az időjárásról további részleteket híradónk után hallhatnak. Ezután Mozaik című műsorunk következik, majd a Hajrá Sopron című magazinunkat láthatják. Kedves nézőink, Önök a Sopron Televízió hétfői híradóját látták. További híreinket megtalálják a sopronmedia.hu oldalon. Én valamennyi munkatársam nevében köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Kedden felhős időre van kilátás, de helyenként rövid, napos időszakokra is számíthatunk. Kisebb havazás, hózápor is kialakulhat. Napközben -1, +5 fok várható. Szerdán helyenként egy-egy hózápor, havas eső is előfordulhat. Élénk, erős lesz az északnyugati szél. Napközben -1 és +6 közötti értékeket mérhetünk. Csütörtökön felhős időre számíthatunk. Délután -1 és +4 fok között alakulhat a csúcshőmérséklet.